a Tech Together versenyben, hogy több tudásmódban összemérik a különböző csapatoknak a tudását, meg az elméleti és gyakorlati tudását. Ez azért fontos, mert nagyon sok ilyen öntevékeny csoport más-más ágazatból jött, más-más dolgokkal foglalkozik, és itt meg lehet azt mutatni, hogy amivel foglalkoznak, az mennyire komplex, vagy nem komplex, vagy mennyire egy célközönséget fog meg, vagy egy célcsoportot fog meg. Alapvetően minden nagyon tetszik, pörgős, egy gyors verseny, számunkra is kihívás, úgyhogy minden egyes része a pitchingtől kezdve egy-egy küzdőtéri feladatig. Nem tudok kiemelkedően olyat mondani, de a pitching egy nagyon extrém feladat volt, hirtelen, gyorsan, mindent azonnal, tetszett. Az volt a lényeg, hogy 32 fokról 27,5 fokra próbáljuk meg lehűteni a csövet, amit közben persze melegítenek. És időnként lemértük az időfüggvényében a hőmérsékletet, és azt most éppen ábrázoljuk milliméter papíron. Expon körbenéztem, és úgy tapasztaltam, hogy Magyarországon igen nagy potenciál van a járműiparban való elhelyezkedésre, rengeteg szakterületre keresnek mérnököket, úgy érzem, hogy szerencsénk van ilyen szempontból, hogy ezen a szakterületen tanulhatunk, és hogy Magyarországon vagyunk. Zsűri tagok mindegyikének az volt a véleménye, hogy komoly munkát fordítottak a hallgatók ebbe, látszott, hogy készültek, és ugye ez a munka, ez az egyetemi tanulmányaik mellett van önként vállalt, ami külön érdekes, hogy nyilván ők motiváltan jöttek ide. Ez a motiváció, ez mozgatja őket és segíti a fejlesztést.